És már itt is van mellettem Kis Péter, a budapesti El Camino de Santiago Zarándok klubnak a vezetője. Szervusz Péter, köszöntelek a műsorban. Filmekben, hírekben nagyon sokat lehet hallani egyébként, hogy ez El Camino-ról, de egész pontosan ez micsoda, mert csak fél információim vannak nekem is egyébként mindenhonnan. Ez egy csodálatos zarándokút, ami végigmegy egész Spanyolországon. Franciaországból indul, Saint-Jean-Pied-de-Portból általában a legtöbb zarándok, és végigmennek egészen az Atlanti-óceánig. Ez több mint 800 kilométer így, ha végigmegyünk az Atlanti-óceánig. Ezt megtehetjük gyalog, kerékpárral vagy szamárral lóháton, de egyéb eszközökkel ugye nem, és mindenki a saját boldogságára és a saját testi és lelki nyugalmának a megtalálására szokta végigjárni. Nagyon sokszor látom őt egyébként, de lehet, hogy ez csak a filmekben van így, és én tudom rosszul, hogy amikor te az útnak a végére érsz egyébként, akkor kapsz valamilyen kis emléklapot, igen, hogy te bizony végigjártad, és akkor kérdezik, hogy honnantól indultál. Ez így van? Igen, ez így van. Egy úgynevezett komposztellát kapunk, spanyolul komposztellának nevezik. Ez azt bizonyítja, annak a diplomája, hogy te végigjártad az El Camino zarándokutat, bárhonnan is kezdted, ugye Santiago de Compostellában fejezted be, és ott ezt az igazoló papírt megkapod, amit aztán hazahozva itthon kiteheted a szobád falára, vagy pedig nagy becsben tarthatod a polcodon. Hogyha valaki mondjuk teszem azt gyalogvág neki, ez egy elképesztően hatalmas nagy túra. Hány kilométer is még egyszer említsük? 800 kilométer a Camino Francés, de összesen 7 fő útvonal létezik, ezek rövidebbek, hosszabb útvonalak. Tehát, hogy elképesztően hatalmas lelki állapot kell hozzá, és megint csak, hát nézd el, nekem a filmek jutnak eszembe, az emberek ilyenkor sokkal közelebb kerülnek Istenhez is, például. A vallásos zarándokok, ugye ez egy zarándoklat, tehát valamiféle vallás, hit azért az emberekben, a zarándokokban megtalálható, és amikor elzarándokolnak ugye Szent Jakab sírjához, ami Komposztellában található, akkor igen, ez nagyon igénybe veszi az embernek a lelkét, a gondolatait, és nem utolsó sorban azért a testét is. Te hányszor mentél végig már? Kétszer mentem végig ezen az úton, igen, Saint-Jeanból indulva egészen az óceán partjáig zarándokoltam. És ahogy találkoztál egyébként, az, hogy egyáltalán ilyen van, és honnan jött az ötlet, hogy akkor te most végig sétálsz? Én egy tévéadásból találkoztam éppen, az utolsó 5 percet hallottam erről a zarándokútról, és felkeltette az érdeklődésemet, utána néztem, találkoztam egy fiatal egyetemista lányjal, és ő segített igazából a fölkészülést, megkezdenem erre az útra. Most, hogy jobban belegondoltuk, hogy 800 kilométer gyalogolva, az azért, még ha tényleg gyalogolva, és egyébként az nem hangzik annyira nagyon olcsó mulatságnak. Hogyha forintosítva, vagy eurósítva az összegre is kitérünk, manapság napi ilyen 25 euróból ki lehet jönni. Ebben a szállás, az étkezés ugye megtalálható, de ezt le lehet szorítani elég keményen, különböző praktikákkal, amit ott az úton lehet alkalmazni. Akár ha többen összeállva főztök egy nagyot, akkor már ezt jobb ízű az étel is, és olcsóbban is ki tudunk jönni. Akkor elmondhatjuk azt egyébként, hogy mivel gondolom ti is valamilyen hasonlóval foglalkoztok, hiszen klub vagytok, hogy nem egyedül megy végig az illető, hanem egy nagy csapatban, és gyakorlatilag egy család alakul ki, gondolom én, az útnak a végére. Ez igaz, hogy egy nagy kaminos család alakul ki az útnak a végére, az út közben, de már az út elején is nagyon sok barátság szövődik, és nem egy csoportban indulnak el mindegyik zarándok, hanem külön, egyedül, egy emberként is el tud indulni. Ebben mi adunk segítséget, felkészítést, információkat, a legpontosabb felkészítéseket, hogy éppen ott mi vár rád, hol tudsz megszállni, hogyan tudsz érkezni, mi mennyiben kerül, hogyan tudsz eljárni, hogyha valami baj lenne. Tehát mindenféle téren tudunk segítséget adni. Hogyha meg kéne válaszolni egyébként azt, hogy az El Camino-nak kifejezetten mi a célja, vagy számodra mi volt a célja, és megkaptad-e azt, ami miatt elindultál, akkor erre mit mondanál? Erre egy nagyon kicsit nehéz válaszolni, mert komplex, összetett kérdés ez a kérdés, hogy miért is, miért indultál el, mi az a célod. Nagyon sok minden. Talán az önismeret, a magad, saját magad, a társaid, az emberiség, az emberek megismerése, akik ott vannak az úton, és egy kicsit visszamenni azokhoz a gyökerekhez, amit ebben a modern 21. században egy kicsit már nagyon elfeledtünk, vagy éppen nem alkalmazzuk. Nagyon jó érzés, amikor a mobilod nélkül mész, nem csörög, tableted, a laptopod nélkül mész, nem csörög, a főnököd nem szól, hogy éppen valamit készíts el időre, tehát nagyon nagy szabadságot ad ez az út, és rengeteg nagy örömet, amikor tényleg különböző nációkkal, különböző emberekkel találkozol ezen az úton, és mindenki egy cél felé hajt, ugye, hogy egy az, hogy elérjék Komposztellát, a másik pedig az, hogy belőled megismerjenek egy igazi embert, egy igazi zarándokot, aki segítséggel van feléjük, jókedvel, és tényleg barátsággal, szeretettel
van melletted ott az úton, és az út után is, amikor ez a barátság már kiteljesedett. Népszerű szerinted? Szerintem igen, elég népszerű ez az út. Ugye az emberek különböző útkeresési céllal indulnak el, főleg a mai világban, ebben a felpörgetett világban. Ilyen szempontból igen, ezt a népszerűséget lehet mondani. A ti klubotoknak van esetleg valamilyen elérhetősége, amit az interneten meg lehet találni? Az interneten az elcamino.eoldal.hu weboldalon meg lehet minket találni, és nagyon szívesen mindenkinek segítséget nyújtunk, bármilyenféle kérdést föltesz. Mindig az a legfontosabb, ugye, ami egy útnak induló zarándoknak a kérdése, és tisztelettel, segítségnyújtással ebben segítünk neki. Fantasztikus, Angazi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és ezt elmondtad nekünk. Nagyon szépen köszönöm, Buen Camino nektek, sziasztok!